Képzeljétek el, hogy van YouTube prémiumom. Hú! Ma fizettem be. Stream előtt. Csináltam egy külön YouTube csatornát, vagy hát felhasználót rá. Hogy akkor azon legyen, az legyen az ilyen streames YouTube csatorna. GG! Ez is megtörténik. Okay, micsoda befektetések. Igen, most figyelj, most két nap alatt elköltöttem tényleg, nem tudom mennyit, nagyon sokat a Twitch-re, de megéri, úgyhogy azon vagyok, hogy idén jó sok fejlesztés, újdonság jön itt nektek. Mondjuk most ez a YouTube Premium nem egy nagy veszély, ez csak most erről eszembe jut. GG! Szecsó. Azt írtam be, hogy Szegó egyébként, és nem értettem, miért nem találom a Szecsót. Semmi baj. Itt sincs a Szegó, de rá gondolok. Mindig rá gondolok én. Megállva. Az elején, amikor mondtam, milyen vidit nézünk, és azt mondtad, hogy Szegó új videóját. Nem. Lehet, Kancia, lehet, igen. Visszacsinálom a csetet fehérre egy pillanat. Olyan rossz, hogy nem lehet az OBS-be kettő csetet csinálni, hogy legyen a beszélgetős részre egy fekete, a másikra meg egy fehér. Jó, most jó, és akkor szerintem várni kell egy kicsit. De most mi? Akkor nézzünk Szegót, vagy nem? még nem szereltem be Szegóék lakásába a kamerát, úgyhogy most Szegót nem nézünk, hanem Szecsót. Jaj, de megijedtem, ettől meg fogok kijedni minden alkalommal. What the fuck, én elhittem. Hogy Szegót? Hogy milyen formában nézünk Szegót? Hogy mi? Sziasztok! Jó Istenem! Szia Geri, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 11. hónapot, mi újság Gerikém, köszönöm szépen! Na várjál, szétszereltem egy telefont, de én nem ezt akartam. Mentésnek indult, elfogás lett, ezt akarom megnézni. Tehát, miközben nézzük a videókat, közben küldhettek még ilyen hasonló érdekes videókat, vagy bármit, amire szeretnétek, hogy reagáljak, nem muszáj, hogy ilyen nagyon folyton informatikait akarok mondani, de nem, hanem, hogy mondják ezt? Informatív? Igen. Tehát nem fontos, hogy informatív legyen, bármi, amire szeretnétek, hogy reagáljak, azt beküldhetitek stream közben a Discordra, az ajánlások vagy a képek videók szobába. Úgyhogy Szecsótól mentésnek indult elfogás lett videót fogjuk megnézni, mert ezt még nem láttam, és nagyon-nagyon szeretem Szecsó videóit, úgyhogy oké, okay, let's go! Jöhetnek a let's go! Imótok, spam, spam! Az előző epizódok kifejezetten a mentők terepmunkájáról szólt. Ma viszont megnézzük, hogyan dolgoznak együtt a társszervek, milyen mentős szemmel egy lakástűz, egy autóbaleset, egy ajtónyitás. Az Országos Mentőszolgálatnak hála betekintést nyerünk az irányító csoport munkájába, és még egy olyan küldésbe is belebotlunk, ahol az agresszív ellátandó személy kis hián nekünk támad, így azonnali rendőri segítségre van szükség. Változatos lesz a mai nap is. Szia Kókusz, mi újság? Közel egy éve készít... Ugye, hogyha valaki nem vágna, a Szecsó az elmúlt években olyan videókat készít, hogy különböző ilyen szerveknél, mint például a mentősöknél, a rendőröknél, NAV-nál, egy-két napig, ott úgymond dolgozik, már amennyit ő csinálhat, inkább csak megfigyel, van egy-két operatőre, és amúgy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas videók szoktak lenni, és informatív videók, úgyhogy csak ajánlani tudom. Eddig focit tanultam, de semmi nem maradt meg, nob ma 8, rip nob ma 8. És van egy ilyen sorozata, hogy mentős lettem, és ez a harmadik része ennek, és egyébként ajánlom a régebbi részeket is, mert volt egy olyan, amikor egy 20 éves lány sétált, nem is tudom már hol, a lényeg, hogy evett valamit, valószínűleg kürtös kalácsot, és a torkának adt egy falat,
és ott eldölt, elkezdett fuldokolni, és a Szecsó éppen akkor videózott a mentősöknél, és akkor kaptak ugye egy hívást, hogy meg kell menteni ezt a lányt, oda mentek, és levideózták ezt a teljes esetet, ahol ott gyorsan így felépítettek egy ilyen mini sátrat, és újraélesztették a lányt több mint 20 percen keresztül, és túlélte a lány, úgyhogy az is egy iszonyat izgalmas videó volt, úgyhogy ezeket én nagyon ajánlom, ezeket a videókat, mert nagyon hiánypótlóak, és tényleg nagyon faszán megcsinálják a Szecsóék. Kókusz, nagyon szépen köszönöm a 4 hónapos támogatást! Hogy, micsoda, focit tanultál? Ezt hogy kell képzelni? Én a Rendőr lettem sorozatot nagyon szerettem. A mindegyik nagyon király. Tettük az első epizódot a Mitsu csapatával. Azóta sokat forgattam és átéltem velük, rutinná vált egy nap. 7:30 érkezés, kávé és mehetünk. 3:10 kéri az irányítást. Igen. Esetkocsiken bejelentkeztünk a rendszerbe, 19 óráig. Címről címre jártunk, néha lazább, néha kifejezetten nehéz napok során. Amennyit lehet, hozzászoktam a lelkileg gyakran megterhelő körülményekhez, és ahol szükség volt a kezemre, ott segítettem is. Minden cím más és más, de ami elég hamar feltűnt, hogy ez a csapat munka bizony nem csak a mentők közt kell, hogy működjön. Sokszor érkeztünk olyan helyszínre, ahol a rendőrökkel, tűzoltókkal komoly összefogás volt szükséges a sikeres feladatellátáshoz. Ehhez pedig bizony valamilyen szinten ismerni kell a társszervek munkáját is. Tulajdonképpen nagyon szoros az együttműködés. Például, hogyha speciális mentés kell, mondjuk magasból kell a sérültet menteni, egy autóbalesetnél, hogyha ki kell vágni a sérültet az autóból. Ott is szintén tűzoltókkal, rendőrökkel együtt dolgozunk. Konkrét kiszabadításra a legjobb példa talán a Tűzoltó lettem 3. epizódjában volt, de most is jó pár baleset helyszínén jártam. De nem ez a 3. epizód? Az egyik legmeglepőbb az Őrsvezértértől nem messze volt, ahol egy személyautó fejre állva csúszott neki egy menetrend szerinti BKK busznak. Uram, maga vezette a buszt? Jó, látom, itt is tele van szirénkokkal. Próbáljuk eltávolítani minél kíméletesebben. Az útszakasz hadsávjából 5-5 zárni kellett az elhárító és helyszínelő munkálatok alatt, így nem kevés feladat adódott. Amíg Fruzsiék, illetve 3 omszos mentőautó személyzete a sérültekkel, addig a tűzoltók a roncssal, illetve a helyszínbiztosítással foglalkoztak, a rendőrök a BKK saját csapatával közösen helyszíneltek, a forgalmi zavar elhárítók pedig a terelést, illetve a kimaradt buszok átirányítását intézték. És természetesen közben mindenki mindenkivel egyeztet, mindenkinek tudnia kell számtalan adatot, információt, hogy végezni tudja. Nagyon durva, tényleg, hogy mennyire össze kell dolgozniuk ilyenkor. Meg hogyha az egyik kicsit később ér ki, akkor lehet, hogy nem is tud elkezdődni az egész munkafolyamat, mert úgy egymásra épülnek ezeknek a szerveknek a munkái viszont és segítésük. Van. Hál' Istennek súlyos sérülteknek nyoma nincsen, bár a bejelentés szerint úgy értesültünk, hogy 4 fő sérült, ezért több mentőegységet riasztottak a helyszínre. 3 könnyű sérültet kell végül kórházba szállítani, amit egy másik mentőegység fog megtenni, úgyhogy most már csak itt a helyszínen a dokumentációt végezzük, a sérülteket elláttuk, illetve megvizsgáltuk. Ez az ő csomagja, illetve elkértem neked az igazolványokat, én már felírtam az adatokat. Természetesen nem csak a balesetek tartoznak a kapcsolódási pontok sorához, de a következő példához picit menjünk vissza az időben. Amikor a tűzoltó... Kicsit hangos, még mindig Máté. Tűzoltókkal forgattam, nagyon gyakori riasztás volt az ajtónyitás. Valaki beszorult, vagy például napok óta nem adott életjelet, és vélhetően a lakásában lett rossz. Így most jó. Ilyenkor ismét összefogás szükséges. Rendőrök biztosítják a helyszínt, tűzoltók betörik az ajtót, vagy valamilyen módon bejutnak, a mentők pedig készen állnak az ellátásra. Jó, ilyen köszi. Feladatunk is volt. Már is intézzük. Mikor kiérkeztünk, tűzoltók már kint voltak a helyszínen, illetve a szomszédok is.
Mi is itt gyorsan próbáltunk információt nyerni arról, hogy mi lehet a személlyel. A szomszédok jelentették a segélyhívón, hogy a bent élő idős embert napok óta nem látták, telefonját pedig nem veszi fel, pedig hallják kintről, hogy a lakásban csörög. A tűzoltók felnyitották az ajtót, és valóban bent tartózkodott a személy, de hála az égnek még éppen időben érkeztünk. Csókolom! Nagyon jól tették a szomszédok. Ezt most nem értem, ezek nyári felvételek. What is going on? De ez az új videóm. Most töltötték fel. 7 nappal ezelőtti. Szédok, hogy kértek segítséget, így még időben tudtunk segíteni a betegen, és stabil állapotba be tudtuk szállítani kórházba. Itt vagyok. Vagy mostában volt ilyen jó idő? Az ilyen bejelentések nagy részénél általában már nem szoktunk tudni segíteni. És akkor az egyik legrettegettebb példa a tűzesetek. Hatalmas felfordulást szoktak okozni. Mondta, hogy picit menjünk vissza az időben. Szia, Jon Snow! Ja, az elején, azt tudom, de még, ja, hogy még mindig az a rész tart. Értem, hogy most ugye arról beszél, hogy mennyire össze kell dolgozniuk a mentősöknek, rendőröknek, tűzoltóknak. Komoly rizikóval és életveszéllyel. Ráadásul ez az eset szilveszter éjszaka történt, amikor alapból hatalmas a felfordulás. A bejelentés szerint a belvárosban egy lakás teljes terjedelmében égett, több személy tartózkodott a lakásba. A videócsoportos tűzoltóknak hála testközelből is láthatjuk, mekkora pusztítást okoz. Ez a legnagyobb félelmem, és ez mikor a szilveszterkor kigyulladt egy lakás, minden egyes este, meg mindig, hogyha elmegyek itthonról, úgy mindent megnézek, mi van bedugva, hogyha több napra megyek, akkor mindent kihúzok. A tűzhelyet is mindig megnézem lefekvés előtt, meg akárhova megyek, hogy minden nullára van tekerve, meg annyira félek ezektől, meg a hajvasalót lecsekrom 10-szer, hogy ugye kihúztam, meg a hajszárítót. Az egy lakástűz. Ha sikerül mindenkinek kimenekülnie, ekkor a tűz közvetlen közelében akkor is szinte elkerülhetetlen a füstmérgezés. Ehhez apró tanács, egy vizes törölközőt ruhát a száj elé tartva, valamivel csökkenthetjük a hatásokat. Kárhajcsatornára legyenek kedvesek átkapcsolni, köszönöm. Megérkeztem. 3 tűz. Az ilyen nagyobb volumenű eseményeknél a mentők közt is a tűzoltókhoz hasonlóan van egy irányító, sőt, külön a kárhelynek fenntartott rádiócsatorna is a gördülékeny helyi kommunikáció elősegítéséhez. Egyelőre nagyon ég egy lakás, de állítólag nincsenek bent többen. Jó, oké. Ő jött ki utoljára, meg ő a másik. Második egységként érkeztünk a helyszínre. Összesen 4 mentőegység jött ki oda a helyszínre. Ahol füstmér... Hogyha égne nálatok valami, vagy abban a azon a helyen, ahol éppen vagytok, akkor ti csak így hívnátok tűzoltókat, és kirohannátok, vagy elkezdenétek oltani? Mert amúgy én szerintem elkezdeném valahogy oltani, mert hogyha nincs nálam tűzoltó készülék, akkor is valahogy így vízzel, de valószínűleg az a legnagyobb hülyeség. Hát jó, ez mondjuk függ attól is, hogy most mi gyulladt ki. Nálunk egyszer kigyulladt. Vagy hát nem kigyulladt, csak átcsengetett a szomszédunk, hogy hát úgy ilyen füstfelhők jönnek az erkélyünkről, úgyhogy a hamus ki. Hát ég és nem, tűz nem volt, csak ott valószínűleg valami, egy dekket nem nyomtuk el rendesen, és akkor ott valami nem lángra kapott, csak elkezdett ott füstölni, de még jó, hogy szólt a szomszéd, és akkor nyilván oda vissza egy pohár vizet leöntöd, és akkor az így megvan oldva, de mondjuk, hogyha arra kelsz fel, hogy ég az egész asztalod, azt már így nehezen lehetne eloltani. NAV, ne, tehát elveri az embereket, hogy fizessenek. Nagyon érdekesek a NAV videói is egyébként. Na, rá, csak biztiőr is vok. Az akció volt? Mi volt, Black Sheep? Ezek azért több hónapnyi felvételekből lettek összevágva. Igen, igen. Nem félünk és nem fázunk. Orbán Viktor a királyunk. Le kell kapcsolni a biztosítékot. Mondjuk, az is egy jó ötlet. Nekem anyum tette be a pánikot, hogy mindent 20-szor megnézek, és ha elmegyek itthonra, akkor is azon agyalok, hogy úristen, minden ki van-e kapcsolva. Jaj, engem az ilyen videók megviselnek, de nyilván kell, és iskolákban is le kell adni, és talán felelősségteljesebben vezetnek az utakon, vagy
tudnák, mi a helyes például bármilyen baleset esetén, igen. Most a mi utcánkban is volt egy kis tűz valamelyik nap, vagy 6 tűzoltó volt kint a helyszínen hajnali 5-kor, azt a mindenit. És lehet tudni, hogy lett-e sérült. Ajánlom mindenkinek az 5 kg most palack beszerzését. Amúgy igen, már én is gondolkodtam rajta. Ráöntöttem egy vödör vizet, annyi volt. Volt, hogy nem szabad, ha nagy a tűz. Igen, hát ha nagy, akkor semmiképpen. Én is leestem a létráról, szilánkosra tölt a sarkam mentősök. Szia, Ica mama! Attól függ, mennyire nagy az a tűz. Igen. Nálunk karácsony előtt gyulladt ki a kisüthető gyurma és lángolt az egész sütő, és mit csináltatok, Zazi? Veszélyesebb, ha neki ezt oltani. Attól függ, mekkora nagy a tűz. Nekünk karácsonykor felgyulladt pár éve a ház, apu meg én kirohantunk, anyu meg oltotta a tüzet, kemények ezek a nők. És sikerült eloltani? És hogy gyulladt ki? Kiültetem kb. 10 éve az adventi koszorút. Az mondjuk nálunk is már régett, de nem durván lángolt, el lehetett oltani. Nekem annó volt palackom. Rere, édesapám, üdvözlöm mindenkit. Aj, én is üdvözlöm, Rere Lucus. Vízzel nem szabad leönteni a javát. Tudom, amíg kicsi a tűz, akkor nedves törölközővel lehet csak, de lehet hülyeségeket mondok? Semmi nem volt, csak lopni akartak, és kicsit ellenkezett. Ah! És lesuhintott erre, Black Sheep? Jaj. Tegnap előtt meg a szomszédház égett. Ilyen gyakoriak ezek a tűzesetek? Velünk szerencsére még nem történt semmi, és le is kopogtam. Közben rájöttem, hogy ne kapcsolod le biztosítékot, mert leolvad a hűtő. Ja, tényleg. De konkrétan én is mondtam, hogy ez egy tök jó ötlet. És eszembe se jutott, hogy a hűtő is árammal megy. A nyoméknál a sütő égett ki. Rakott krumpli is odalent, persze több éven keresztül fizetett biztosítást, elutasította a kártérítést, valami nonsense indokkal azóta anyum nem mer sütni, csak ha otthon van apum. Hát ezt elhiszem, hogy beparázott ezek után. Adventi koszorú egy fa ablakban égett, aztán a fa ablak keret is égett. Úristen, csoki! De aludtatok, akkor égett ki, vagy... Vagy csak így nem vettétek észre, vagy így hirtelen égett ki? Nálunk nyáron égett a szomszédházának a teteje az erkélyünket, majdnem már nyaldosták a lángok, de szerencsére gyorsak és hatékonyak voltak a tűzoltók. Na, szuper kackac. Nálunk egyszer a gáztűzhely meg a szomszédháza gyulladt fel. Jézusom, ott tényleg ez nagyon sűrű megtörténik akkor emberekkel. Anya már rohant a pukkanásra, kivitte az égő tepsit az udvarra. Na, szuper, hogy így gyorsan kapcsolt. Én nem is tudom, én pánikhelyzetben nem mindig tudok így gyorsan kapcsolni. Attól függ, hogy milyen jellegű a tűz, ezért szokták azt mondani, hogy inkább ne oltsd a tüzet. Bocs, pont lemaradt a kérdésedről az előbb, mit kérdeztél lopással kapcsolatban? Ja, csak viccelődtem, hogy tótál neki egy taslit. Bence, nagyon szépen köszönöm a 27. hónapot, Bence, hát mi újság, jó hogy napokat, vagy? Jó puszi mindenkinek, puszi! Nob, ma 8 kis Nob, ma 8 Barbie Nob, ma 8 Valentin. Mi újság, hogy vagy? Hát, ja, ecag, de pont, hogy a konyhában ugye is van a tűzhely, amit mindig megnézek, hogy le van-e minden kapcsolva. Ha kicsi a tűz, akkor elvileg lisztet vagy szódabikarbonát kell a tűzre szórni, elvileg az megállítja. Anyával egyedül voltam otthon, de sajnos anya rosszul volt, nagy számokkal beleírta a naptárba a mentők számát, és azt mondta, ha baj van, ezt hívjam, voltam vagy 5 éves. Azta, és utána mi lehet Zalán? Apu keltett, üvöltöző, hogy ég a ház, a füst ömlött az egész házban, csak a bokámból lefele lehetett látni azt a csoki, hát még szerencse, hogy jól vagytok, és nem történt baj. Egyszer én anyum is szénné per... Hú, mindig kérlek titeket, de most is elmondom, hogy léci, írjatok helyesen, mert látni is nehezemre esik a csetet, de aztán még, hogy ki silabizáljam, hogy mit írtok, még miatt elkülditek. Léci, olvassátok el még egyszer az üzenetet, hogy mindent jól írtok ele. Igen, Bence, már teljesen jól vagyok, köszönöm szépen, cuki vagy. Azoknak, akiknek a szomszédháza égett, ott kellett maradni utána, vagy 6 órát, mert kihallgatták? Csak nem.
homok mindig jó dolog. Hát ez nem nagyon van nálunk kincső. Vagyis de! Egyiptomból van. Mi az égő gáz tűzhelyén lisztet öntöttünk azt a... Na nézzük tovább a vidit. A mérgezés gyanúja áll fent, ott mielőbb egy toxikológiára kell eljutni, így nem is volt hosszú várakozás, amint lehetett, már irány is. Vettem a piacon, vagy hát klavulat nekem ilyen érdekes sofikát, szóval ezt fogom közben zabbantani. A kórház. Nagyon érdekes, mert benne vagyunk egy szituációba. Nagyjából belelátunk egymás munkájába, akár a rendőrök részéről, akár a tűzoltók részéről. De hogy előtte, utána mi történik, az ez nincs Azt a kutya mindenit. Látja, hogy mi történik a szituációban, nagyjából tudja, hogy akkor miatt mit csinálunk, de hogy az nyilván neki is egy ilyen tök érdekes történet. Megvagy! Köszi Alfan ez a kitűzés. De ha már közös munkáról van szó, nem csak a társszervek játszanak fontos szerepet, sőt, bár a Mitsu nem az országos mentőszolgálathoz tartozik, a küldéseket ugyanúgy tőlük kapják, így más mentőautókhoz hasonlóan itt is fontos szerepet játszik az irányítás. Meg hát átfedés is van bőven, Fruzsi például főállásban az OMSZ-nál mentőtiszt, így lehetőségünk volt oda is követni. Oké, hát itt vagyunk 6 óra 15-kor, megkezdődött a váltás, az éjszakások átadják nekünk az autót, illetve hát ilyenkor mindig megbeszéljük, hogy milyen események történtek, milyen betegellátások voltak, illetve milyen eszközök nem szükségesek, amiket pótolnunk kell az autóra. A hivatalos szolgálatátvétel előtt nagy nyüzsgés van a bázison, sorban érkeznek a mentősök, egy kávé mellett pedig gyors sztorizásokat is elcsípek. Mindenki nagyon kedvesen fogadott, és persze ismerős arcokba is botlok, akiket vagy forgatásra, vagy azon kívülről már ismertem. Főorvosul. Még egy gyors eszközleltár, tabletes bejelentkezés és fruzsiék riaszt... Még egy gyors... Evájt... Zahér... Öppírd... Zahér torta... Köszönöm szépen, legsibb csak csukikázok. Eszközleltár, tabletes bejelentkezés és fruzsiék riaszthatóvá is válnak. Mi viszont nem az autóba ülünk be, hanem egészen más székbe. Most is, illetve az előző epizódban is sokat beszéltünk a mentés irányításról, ahova a segélyhívások is beérkeznek. Voltál már ott egyébként? Megnézzük a központi irányítócsoportot, akik a közép-magyarországi régió összes mentőállomását irányítják, illetve koordinálják, úgyhogy hát megnézzük, hogy hova is érkeznek be a segélyhívások, illetve hogy honnan történik a mentőknek a irányítása, kiküldése. Beléptem a területre, ahol szinte egy másodpercre sincs csend. Telefoncsörgés, rádiósípolás. Elsőre gondolhatná az ember, egy telemarketing csapat dolgozik itt, de itt egészen más a tét. Itt emberéletekről van szó. Na, ilyet nem mernék csinálni. Ez akkora felelősség lehet itt. 97-es motort. Nyilván maga a mentésnél is rengeteg felelősség van, meg aztán az ellátásnál, de hogy itt kezdődik minden. Tehát, hogyha itt valamit elrontasz, akkor... hogy itt, ugye itt történik meg, hogyha betelefonálnak, hogyha történik bármilyen baleset, vagy bármilyen okból kifolyólag mentésre van szükségük. Köszönöm, a harmadik kerület felé tessék indulni. Nem fog érkezni feladat, párhuzamosan indul mentőegység is. 609-es veszélyi görcsölő a mentőmotor, amely párhuzamosan a harmadikba. A monitor erdők mögött tucatnyi ember ül, köztük simán lehet, hogy valaki épp telefonos újraélesztést végez. Még a gondolat Jézus. Is hidegrázós. Vannak telefonok, rádiók, ez azt jelenti, hogy akkor konkrétan ezek azok a telefonok, amiket, hogyha én fölhívom a mentőt, mert baleset ért, akkor ezeken fogjátok felvenni. Nekem unokatesom élesztett már újra sajnos sikertelenül. Mondta, hogy nagyon sokat kellett várni a mentőkre, mondta, hogy kb. 20 percig csinálták. Két férfivel próbáltak egy idős bácsit újra éleszteni az eső közben, és akkor mondta, hogy ott végig telefonon mondták neki, hogy miket csináljon, meg, vagyis hát igazából tudta, hogy mit kell csinálni, de hogy így beszéltek vele folyamatosan, unokatesom mondta folyamatosan, hogy éppen mit csinálni, és ez nagyon nagy segítség, és akkor úgy végig telefonos kontaktban voltak közben.
Azt fontosnak tartom kiemelni, hogy a mentőt már direktben... És amikor azt mondom, hogy újraélesz, hogy újraélesztést csinált rajta az unokatesom, csak sikertelenül nem úgy értem, hogy az unokatesom csinált valamit rosszul, csak már ugye a baleset közben, vagy a balesetnél meghalt azonnal a férfi, és utána egyszerűen lehetetlen volt megmenteni. Nem lehet felhívni Magyarország területén, ugyanis az egységes segélyhívó rendszeren belül a 112-es segélyhívó központokon keresztül érkeznek be hozzánk a segélykérések. Történik egy bejelentés, ott eldöntik azt, hogy milyen társszervnek a riasztására van szükség, és ezt követően a segélykérőt átkapcsolják a mi mentésirányítási rendszerünkön keresztül a mi mentésirányítóinkhoz, ahol megtörténik egy szakmai kikérdezés. Ezt az adatlapot a sorszínén ülő mentésvezető veszi át, aki eldönti, milyen szintű és pontosan melyik egységet riasztja a helyszínre. Megküldi a digitális riasztást a személyzet tabletjére, illetve rádión is felveszi a kapcsolatot a kivonulókkal. Minden egyes bejelentés teljesen más tud lenni, független attól, hogy mondjuk azonos panasz miatt hívnak fel téged. Azért nagyon nehéz ez a munka, mert tényleg nem látjuk azt, hogy mi történik a helyszínen. Időnként egy nagy köd van, és hogyha elképzelek egy bejelentést, kicsit filozofikusan, akkor azt tudom mondani, hogy nézek egy utat, amiben van egy nagy kanyar a végén. Nem látom biztosra, hogy ez egy kanyar, mert egy akkora köd van. Előfordult-e már olyan, hogy egy hívás így tényleg megérintett téged? Tehát, hogy amikor hívás közben érezted azt, hogy hú, ez most nagyon kemény. Én amúgy nagyon kíváncsiak, ha tehát azok, akik ezt dolgozzák, meg ha én is ilyet csinálnék, akkor vajon... Inkább az lenne, hogy így összeroppannék lelkileg a sok szomorú történettől, meg hogy tényleg én így végighallgatok haláleseteket, és nem tudok segíteni egyes esetekben, hogy ettől összezuhannék egy idő után, vagy pont, hogy így ez egy idő után valamennyire kiöli az emberekből az érzelmet, és már így kb. Meg se kottyan nekik, ha 50-szer megtörténik egy évben. Előfordult, igen, természetesen. Az, az igazság, hogy nem mindig csak ilyen egyszerű mellkasi fájdalmakat jelentenek be az emberek, hanem sajnálatosan akár kisgyermekeket vagy csecsemőket érintő légzésleállást, nagyon súlyos tömeges baleseteket, tehát természetesen ezek az embert megérintik. Igen, nekünk azt a részt kell megértenünk egyébként, vagy nekünk ahhoz a részéhez kell nagyon jól hozzáállni, hogy egy bajba jutott, az szélesen jóval terheltebb, mint akár mi, mert ugye mi is terhelődünk egy éves fogadás során. Mi irányítunk, és ugye ezt nem csak arra gondolok, hogy a mentőegységeket irányítjuk A-ból B-be, vagy a helyszínekre, hanem mentésirányítás szintjén irányítanunk kell egy beszélgetést is. Ráadásul egy nagyon intim beszélgetést. Egy nagyon intim beszélgetést, így van. Remélem állja a cég a pszichológust. Nem hinném, hogy van ilyen, de egyébként legalábbis itthon. Aztán lehet, hogy van. Nem tudom, lehet, hogy beszélnek róla. De én mindenképpen ezt csinálnám, hogy ezeknek az embereknek biztosítanék, ha nem is pszichológus, de valamilyen szakembert, akivel ezért így hetente egyszer így becsekkolnak, hogy mi újság, meg kicsit így elbeszélgetnek, hogy az elmúlt egy hétben milyen hívásokat kaptak, vagy akár ugye a mentősök, mert ők ugye még végig is néznek ilyen durva eseteket, nem csak így hallanak róla a telefonban. Nagyon sok... Időnként nagyon sok vicces dolgok vannak, amikor szerencsére nincs olyan nagy baj, de hogy ezért egy fokozott figyelmet és egy felkészültséget igényel, mind pszichésen, mind pedig szaktudásilag ez a munka. És akkor picit még vissza a terepre, ugyanis még egy példát hoztam, amikor igazán szükség van a társszervekre. Történt ugyanis, hogy egy szállodába hívtak minket egy zavartan viselkedő emberhez. A szobába lépve ipari mennyiségű gyógyszert, recepteket és egyéb gyanús tárgyakat véltünk felfedezni, a férfit pedig nagyon felkavarta a segítő szándékkal való érkezésünk. Kiabált és fenyegetőzött, így kénytelenek voltunk... De várjál, mi alapból miért mentek ki? Mi volt a... Egy felkészültség, mint pedig... És akkor picit még vissza a terepre, ugyanis még egy példát hoztam, amikor igazán szükség van a társszervekre. Történt ugyanis, ez egy ilyen régebbi
eset. Szállodába hívtak minket egy zavartan viselkedő emberhez. A szobába lépve ipari mennyiségű gyógyszert, recepteket és egyéb gyanús tárgyakat véltünk felfedezni, a férfit pedig nagyon felkavarta a segítőszám. Ja, tehát valószínűleg a szállodások hívták ki a mentőket, hogy ez a férfi furcsán viselkedik. Szándékkal való érkezésünk. Kiabált és fenyegetőzött, így kénytelenek voltunk rendőri segítséget kérni. Eddig erre még nem igazán van felvételem, mert itt nem terveztem forgatni, csak egy telefont vittem fel és pár snitet csináltam. Ám mikor a rendőrök a gyanús holmi közt egy noteszt találtak, az emberünk felpattant és kitépte a hivatásosok kezéből azt, és ténylegesen agresszívá vált, nekünk ugrott. Meg kellett bilincselni. Jó. 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 Na, erről beszéltünk, hogy velünk is ilyen volt. Calm down! No! Ez az időpont az amerikai ember mindjárt. Latin anatómia, gyógyszertan, ez mind latin. Az óriási mennyiségű gyógyszer eleve furcsa volt, de a receptekről kiderült, hogy hamisak. A begyógyszerezett férfi pedig, amíg a mentőautóig levittük, folyamatosan próbált magában kárt tenni, hogy aztán utólag minket sodorjon bajba. Bár az nem jutott el a tudatáig, hiába mondtuk neki, hogy kamera veszi a próbálkozásait. Minden esetre ijesztő volt szembesülni azzal, így mentős bőrbe bújva is, hogy mennyire résen kell lenni minden pillanatban. Ez a rendőröknél már nem lepne meg, de szomorú, hogy itt is bármelyik pillanatban jöhet egy éles váltás, ahol a feje tetejére áll a szitu. Szerencsére a rendőrök gyors reakciójának köszönhető, nem lett nagy baj belőle. Olyan érdekes, és ebben sokat gondolkodtam már, amikor a rendőrökkel is forgattam az elmúlt 4 évben, hogy a Budapest mennyire nagy, és közben mennyi minden történik úgy, hogy nem tudunk róla. Na most két utcával tőlem lakástűz van éppen, azt nézem, ahol én lakom, és az iskolám utcájában, ahova a gimnáziumban jártam, ott meg éppen személygázolás volt. Tehát, hogy ez csak ez így, ezt így durva volt így ránézni a monitorra, hogy ezek azok a dolgok, amikről én most itt forgatok, soha nem tudnék róla, mert mire hazamegyek, eloltják a tüzet, két utcára volt tőlem, oké, rendben ez volt. De ez azért durva nem ebben belegondolni, hogy te itt most tulajdonképpen mindent látsz, ami emberéletmentéshez kell. Ez amúgy durva, hogy ilyen ott a monitor, hogy így mindent látnak Budapesten, hogy éppen mik zajlanak, amikhez mentés kell. Meglökött. Mármint ez egyértelmű, csak hogy nem tudom, ez ebben így még nem gondoltam bele, hogy akkor így van egy monitor, és akkor így lát mindent, mert akkor még ez is egy ilyen plusz megterhelési faktor szerintem, hogy így nézed a monitort, dolgozol, és közben látod, hogy konkrétan éppen Budapesten, mit tudom, 30 vagy 50 helyen lehet, hogy valaki meg fog halni, vagy nagy sérülés szenved, és hogy neked is felelősséged van abban, hogy ezekből a helyzetekből mennyien jutnak ki élve, és csak így látod a monitoron ilyen nagy dózisban, hogy jelenleg mennyi baleset történik. Ezt így nézem. Hát igen, ez egy érdekesség ennek a munkavégzésnek. Engem mindig ez is vonzott benne, hogy oké, hogy te lejussz egy bezárt terembe, lejussz egy asztalhoz. Én mindig azt éreztem, és azt éreztem, hogy gyakorlatilag attól függetlenül, hogy én beültem egy helységbe, egy telefon elé, így gyakorlatilag nem az, hogy rám zárul valami, hanem inkább így kinyílik a világ, és hogy engem bárhonnan hívhatnak gyakorlatilag az ország bármelyik szegmenséből, de főként ugye Budapestről és a Pest megyéből bármikor felhívott bárki azzal, hogy én segítséget nyújtsak, illetve mentőellátást biztosítsunk a számára. Persze mindez elmondható sok-sok kollégáról az év minden egyes napján. És tudjátok, milyen a szilveszter éjfél egy mentőautóban? A rádióban felcsendül a himnusz, és egy percre megáll minden. Na jó, ez nem igaz, ebben a percben is betegnél voltunk. Nagyon szépen köszönjük a kivonulóknak az egész éves munkáját, és boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek a központi irányító csoport nevében. Bizony, amíg mi karácsonyozunk, pezsgővel kocintunk, addig is van, aki ugyanúgy vigyáz ránk. És ez persze igaz más egyenruhásokra is. Akit bővebben érdekelnek a készült interjúk, többből is érkezünk hosszabb verzióval YouTube csatornatagoknak és Patreon támogatóknak. Köszönjük mindenkinek, aki segíti a munkánkat a tartalomgyártásban, de érkezünk kimaradt jelenetekkel TikTokra és Instagramra is. Ha tetszett a videó, lájkot, feliratkozást megköszönünk, és nem sokára találkozunk. Ebben tartalmilag nem volt annyi minden, mint az előző részekben, viszont ez is nagyon érdekes volt, meg nagyon jól össze volt rakva egyébként. Ja. Ugye nézem még, hogy miket mentettem le magamnak.
Na igen, ez annyira durva, hogy így belegondolni, hogy ezek a mindennapi hősök nap mint nap miket tesznek az emberekért meg, és hogy őket milyen szinten megviseli nap mint nap ez lelkileg. Na, hol tartottam a cseten? Piacon szájkosrat kell venni, pedig kutyát se van. Mi van, Bence? Ez mi? Ezt a dallamot tudnom kell valahonnan? Napok óta megy a fejemben. De én nem hallottam még, ha arra az egyiptomi zenére gondolsz, hogy arra az araposra. Egyszer megjavulok én, jön ezek ma, és visszatérek hozzá. Újra! Tuti elküldeni momentőt pizzáért. Mentősökhöz voltam kirendelve Covid idején, legszebb emlékek, nagyon király volt, egész brutál pörgős. Mint mi voltál kirendelve, Fanni? Nálunk a Zsolnaiban sokszor kellett mentőt hívni, 99%-ban én voltam infopultban, és ezért én hívtam őket, meg én kezelem addig a betegeket, a legdurvább egy ájulás volt, szerencsére akkor csak stabil oldalfekvésbe kellett raknom. Azt a heki, ezt nem is tudtam. Hát ezért ez is nagy felelősség. Nálunk egyszer egy utcával lejjebb felrobbant egy gázpalack, úristen, és megsérült valaki? Amíg itt nyugiban dumcsizunk, addig mások... Na, ezt se tudom elolvasni, miközben. Ez elvileg nem fordulhat elő, ezért van pszichés teszt. Mert az nem fordulhat elő, hogy valaki így összeomlik lelkileg. Hát, ez szerintem azért előfordulhatok, és hogy vannak ilyen pszichés tesztek. Gondolom, csinálnak velük így hetente, havonta valamilyen tesztet, hogy felmérjék az állapotukat, de azért bármelyik pillanatban így összetörhetnek. Olyat is lehet képzelni, hogy felhívják a mentőst, és akkor egy olyan szituációt vázolnak fel, hogy éppen történik, mint amit mondjuk teszem azt, lehet, hogy a mentősnek, vagy hát ennek a diszpécsernek a mondjuk az anyukája egy teljesen ugyanilyen szituációban halt meg 2 évvel ezelőtt, és hogy teljesen ugyanaz a 2 szituáció, felhúzza a fejében a párhuzamot, és így egyről a 2-re, pedig amúgy tök stabil, már megvolt a gyász folyamat, úgy érzi, hogy minden rendben van, de beugrik egy ilyen eset hirtelen, és simán el tudom képzelni, hogy akkor így lelkileg így összeomlik, lesokkol, esetleg nem tud segíteni abban a pillanatban, és aztán pedig nem tud dolgozni hetekig. Én el tudom képzelni, de aztán lehet, hogy tényleg olyan beszélgetések vannak velük, meg lehet, hogy tényleg amit írtatok, hogy mert azt hiszem itt lentem fogjátok írni, találtam volna, hogy azért ott állják ilyen helyeken a pszichológus nekik, és akkor lehet, hogy annyira foglalkoznak ezzel, hogy nem fordul elő egyáltalán ilyen. Koraszülött intenzíven dolgozok, sok mindennel találkoztam már, mindig is meg fog érinteni, ha olyan történik, de egy falat húzol magad elé egy idő után, és másképpen állsz hozzá. Aha, értem. Hát igen, sok minden dől fejben el. Van lehetőségünk klinikai pszichológushoz menni, de nem kötelező. Aha. Ha érzelmileg beleéled magad, az a másik személy életébe kerülhet, mert nem tudsz szakszerű ellátást biztosítani. Hát persze, Kriszta, csak nem biztos, hogy mindenki tudja kezelni az érzelmeit és irányítani őket. Kötelesek állni a pszichológus, mivel a mentális állapotuk, ha rossz lehet, nem dolgozhatnak. Ismerek egy csajt, aki azt hiszem valami elfekvőben dolgozik, őt már annyira nem hagyja meg a látvány. Hát, igen, ott nagyon durva dolgokat láthat nap, mint nap. Apu mentős, és amikor elmesél egy olyan dolgot, nagyon rosszul szoktam magam érezni. Amúgy szerintem fontos lenne mindenkinek megtanítani, hogy kell beszélni a 112-vel, ha felhívjuk, sokan tökre nem tudják. Igen, amúgy heki, ez nagyon igaz, és hogy... Például suliban se beszélnek erről, pedig suliban is tök fontos lenne szerintem beszélni ilyen helyzetekről, hogy SOS helyzetben hogyan viselkedjen bárki, akár egy gyerek, akár egy felnőtt. Minden perc számít akkor, igen. Meg az, hogy meglátja a saját címét, és a szeretteinél van lehet valaki.
Uff. Na, az durva, igen, Tomi. Egyik tanárom, orvosin, azt mondta, hogy éjjeli műszak után ment haza, és pár méterre tőle összetett valaki, és elment hozzá segíteni. Összetett? Erre megjelentek az áldozat haverjai, akik rátámadtak, mert azt hitték, hogy bántani akarja. Mindenki a csapatból ittas állapotban volt, majdnem késő is lett a vége. Jézusom. Szerintem ők nem így fogják fel, és nem is lehet így felfogni, hanem csak pöttyöket látnak, és kész, egy buszsofőr is csak vezet, és nem arra gondol, hogy most 30 ember élete a kezében van. Szerintem azért belegondolnak itt, nem minden, hogy csak szimplán pöttyöket látnak, de nyilván gondolom így nem engedik meg maguknak azt, hogy így érzelmi szinten így nagyon belegondoljanak, és akkor nagyon elvigye őket ez a dolog, de azért szerintem fontos valamennyire belegondolni, hogy tudják a tétet itt, hogy mi forog kockán. Szia Süti Szörp, szia Karni! Amikor kezdtem a melót, direkt az ilyen mentőhívásos szituk miatt volt elsősegély oktatás. Na, szuper. Beküldtem a képek videószobába a frufrus énedet. Oh my god, na erre kíváncsi vagyok. Amúgy nem rossz, csak kicsit idősebb. Idősít, vagy hogy mondják ez? Öregít. Kicsit idősebbnek tűnök, nem? Azért itt egy 40-esnek tűnök. De amúgy nem rossz. Köszi szépen. Néni mami. Igen. Olyan szakör, máma. Vagy nem is tudom. Öreg Marian néni. Hát azért ne. Azért nem. Smash. 40 vagy 90. Hallod? Máté? Te miért vagy itt? Nem kell neked probléma. Nem jó. Szerintem amúgy jó. Szerintem nem rossz. Ennyire rossz. Na, minek nekem ellenség, ha vannak nézőim? Aszkom. Egészség... Mami. Nem. Mami. Nem! Egészségügyi tanulókat kiengedték mindenféle osztályra, vagy mentősökhöz mindenhova pakolgattak minket, hogy segítsük az emberhiány is rengeteg beteg miatt. Igen, emlékszem arra, Fanni, hogy a Covid-ban nagyon sokan, akik ugye nem is egészségügyben dolgoztak, vagyis hát, ez sok pletyka volt, aztán nem tudom mennyire igaz, hogy olyanokat is behívtak, olyanokat is felvettek, akik nem egészségügyben dolgoznak, de elvileg csak olyan munkákra, akik, vagy ahol például csak így A-ból B-be kellett tologatni mondjuk a betegeket a kórházban, ilyen munkára vettek fel olyanokat, akik nem egészségügyben dolgoznak. Én ezt hallottam. Meg igen, például nekem van egy ismerősöm, anya egyik volt tanítványa, aki agysebész egyébként, és akkor ugye alapból minden műtétjét lemondták Covid időszakban, amikor ugye nagyon berobbant a Covid, és nagyon durva volt, és akkor ő is ugye Covid részen dolgozott. Meddig lesz a live? Nem tudom, 10-ig kb. Sulinkban fociztunk, és az egyik osztálytársam elcsúszott, emlékezett kiesései voltak, és mentőhelikopter vitte el. Az ebédlő ablaka nyitva volt, és pont a helikopter ráfúj egy csomó port a kajánkra. Azta. Amúgy ez mitől függ, hogy valaki ez, mert ugye Nagyimhoz is mentőhelikoptert hívtak, és ez mitől függ? Csak annyi, hogy ugye a súlyosság szinten, és hogy minél hamarabb eljuttassák a kórházba. Nálunk a pincében tűz volt, és nem ébredtünk fel rá, csak amikor másnap a lépcsőházban fűsbe volt, nem ébredtetek fel rá, de akkor mi történt? Magától elaludt a tűz, így minden leégett. Etika helyett lehetne felesbe életmentés is a suliban. Oké, fontos az etika, de nem azzal fogom megmenteni a mellettem aludokló embert, igen. Igen, például az első segélyt, én azt kötelezőnek
tehát hogy kötelezőnek kéne lennie szerintem suliban. Tehát ne csak annak legyen kötelező az első segély, akinek jogsia van, vagy akinek a munkahelye megköveteli ezt. Nekünk annak tanították, általán suliban is, és középsuliban is, hogy mit kell mondani a segélyhívónak. Tényleg kackac? Na ez nagyon jó. Nálunk volt ilyen beszélgetés és foglalkozás, tök jó, nekünk nem volt. Nálunk ez kötelező volt, elő és rendel a családba, előbb tudtam bejelenteni egy vészhelyzetet, mint elszámolni 5-ig. Páti, én ápoló vagyok. Amúgy nagyon durva, hogy mennyien dolgoztak az egészségügyben, tök jó, mert így meg tudtok osztani velünk sztorikat erről, meg infókat. Én ápoló vagyok, amíg a szakot tanultam, sokat jártunk suliba alapvető ellátást megmutatni, ha már egy-ketten megigyezték, egy kocsit belőle sokat segíthetnek élesben. Igen, ez nagyon király. Én anyukám gyerekosztályon újszött osztályon dolgozik. Aha, ez tök jó. Úgy nézel ki, mint egy nyugdíj előtt álló vonéli. Mi van? Ennyire nem nézek ki öregnek. Na jó. Zsófi, szia! Na, Zsófi is egészségügyben dolgozik. Szia, szia! Mi újság, hogy vagy? Nagyon szépen köszönöm a 32. hónapot. Nagyon szépen köszönöm ezt a hosszú támogatásítőt. Kicsit furi, de jó. Homlokpárti vagyok. Méri néni, mit fogunk ma tanulni? Hagyjatok! Negyedikben a suliba betörtem a fejem. Ömlött belőle a vér. Oh, same. Csak én nem suliban. Tanárok úgy váltak vele, hogy szorítsunk vize. Ezt is elírtad, Mikasa. Nem tudom elolvasni. Mi csak őszinték vagyunk. Az komcsikom. Kérdezd meg az asszonyt. Most felorantozik, nem tudom megkérdezni. Várjatok, elküldem ezt neki. Lau, nézd meg, amit küldtem. Ki nevet? Azt írják, hogy rossz. Mert mint, hogy így, hogy öreg néninek nézek ki. Hát öregít, de én azt mondtam, hogy 40-esig öregít max. Ők meg azt mondják, hogy öreg néninek nézek ki. Nem jó? 50. Ma így sokkal jobb, hogy ha rád nézek fufru nélkül. Sokkal jobb, hogy így, ha rád nézek fufru nélkül. Neki se tetszik. Azt mondja, 50-nek nézek ki, az kom. Súlyesság szín, meg közlekedés. Itt mit is kérdeztem? Ja, helikoptert. Nekem van egy rossz emlékem csecsemő korba, anyukám mesélte, és mikor megtörtént, sírt. És mi? Az hol marad a sztori? Hát, nagyon-nagyon-nagyon sok minden hiányzik, igen, házi az oktatásból. Kereszt is sokat oktathatnák, igen. Picike a homlokom. Picike a homlokom? Szerintem nagyon nagy a homlokom. Az, hogy vegyél fel felelősség teljesen hitelt, arra már nincs idő oktatni. Hát igen, pénzügyi oktatás is kéne elég rendesen. Igen, középsuliban még az újraélesztést is tanultuk, mondjuk már a biztos nem tudnám alkalmazni. Hát elég, hogy csak egyszer így feleleveníted, és akkor megy az. Amúgy az újraélesztés, az, mert mint így elméletben egyébként könnyű. Hát gyakorolni kell babán, én az első alkalommal eltörtem a babának a bordáját. Hát igen, nem lehet ezeket a muszklikat megfékezni, sajnálom. Romániában nem kell elsősegélykurzus jogosítványhoz. Tényleg, Kriszta. Aszta, ez durva. Anyukámtól tanultam, mert szemelve ez egyetemen dolgozik. Szia, Larry! A Kressz nem csak az autósokra vonatkozik, van benne gyalogos rész is. Így van. Balú hatyá! Na, még ilyet youtuber Maris Twitch-en nem is tudtam. Igen, már 3,5 éve. Hello! Nem küldöm. Nem küldöm be, nem kell már több shaming. Nem akarok. Szerintem szép vagy, Méri, és fiatal, és cuki vagy, Karni. Nekünk is küld. De hát ti látjátok a Discordom. A
képek videóba. Utolsó nap a 20-as éveimben, holnap egy én nappal ünneplem. Micsoda? Micsoda? Zsófi, hát előre is boldog születésnapot! Azt akkor nagyon közel vagyunk egymáshoz. Én 19-én leszek, hát az is nagyon közel van már. Pont mára, 2 hét múlva leszek 30. 30 se vagy, ne akarja egyben a 40 lenni. Szegeden a traumatológián baleseti sebészeten dolgozok. Igen, Zsófi, az elmúlt egy órában így erről beszélgettünk, mert Szecsónak megnéztünk egy ilyen, megnéztük az egyik ilyen mentős videóját, és akkor arról beszélgettünk. Mindenki annyi, amennyi érzi magát. Így van, hol van Cleo? Itt mellettem, maximum 31-ben között a semmiképp néni. Na, ugye, Jon Snow, köszönöm szépen. Kijött a tűzolta, és a pince az fekete volt, vannak róla képek. Az a durva, Jászmin, hogy nem történt nagy baj. Köszönöm, közben Harry által egy mozgás ki lett váltva. Dinótes is imót is. Gyere, apus! Ezt fogjátok kapni, hogyha leöregeztek. Mondjuk a térdem most jól kattogott, miközben mozogtam. Elszaladok pisilni, jó? Mindjárt jövök. Ez az, party, disco. Én pénzügyi oktatáson gondolkozok most, hogy régi sulimba bemennék pénzügyi órára, nyugdíj megtakarításról beszélgetni, mert már ha egy-két embernek megragad, már volt értelme. Nekem is előadhatná ilyet, Heki. Szia, itt szemem, köszi, hogy itt voltál. Szegény Mérinek leromboljuk az álmait. Igen, én szeretnék egy fufrus, mindig azt mondom, hogy fufru. Rufrus alterlány lenni kargó nadrágban és oversize t-shirtben, please. Máté, most látom, hogy mit küldtél be. Milyen videót? Hagy! Máté, mik ezek a videók? Mármint most a DC-t nézem. Az, hogy újszülött voltam, és nem sírtam fel a születésemkor, és utána pár óra után elszállítottak egy másik kórházba, mert ahol születtem, nem volt elég inkubátor. Amúgy sokan nem sírnak fel egyébként először. Boldog születésnapot, Dia! 25-én leszel? 39 max? Na, előre is boldog születésnapot. Nézd az felül, és most! Hagyja engem! Azt a... Most látom, hogy spömeltétek a táncit. Ezt már szeretem.